Ingatlan vásárlás, átrendeződik a piac a következő hónapokban, több lesz az eladó lakás, mint a vevő. Próbára bocsátás gyermekpornográfiáért, a fiatalkorú vádlott meztelen képeket küldött tovább osztálytársáról. Minden szentek, több mint 10 000 embert várnak az északi temetőben Nyíregyházán. Most még történelmi magasságokat érnek el az ingatlanárak, de a következő hónapok változást ígérnek. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Nyíregyházán és környékén nagy népszerűségnek örvend a falusi csok, de sok esetben az ingatlanok értékbeslése miatt bukik az ügylet. A családokat segíti még az idén indult babaváró hitel is, érdemes azonban átgondolni az igénylést, akár 2 millió forint pluszt is visszafizethet egy összegben az a házaspár, amely végül nem vállal egy gyermeket sem. Az ingatlan árak történelmi magasságokat értek el az elmúlt hónapokban, ez pedig a piacot is átrendezi. Nyár elejéig az volt jellemző, hogy keresleti piacról beszélhettünk, most azonban úgy néz ki, ez átfordul egy kínálati piaccá, vagyis több ingatlan lesz a piacon, mint amennyit a vásárlók szeretnének megvenni. Az árak viszont azért nem csökkennek, mert az eladók még nem látják be, hogy csökkenteni kellene az árakat. Közölte Seregi Néjánvári Enikő ingatlan szakértő 35 perc című műsorunkban. Mi ingatlan szakértőként tudjuk, érzékeljük, de még az eladók ezt nem igazán érezték meg ezt a dolgot. Tehát azért elértünk egy pontot, most itt állunk, de az ingatlan árakban akaratlanul is egy törés fog most bekövetkezni, és ezt mint ingatlan eladó kicsit nehezen veszik meg, hogy igen, most már esetleg alkudni is lehet, az árakat lejjebb kell vinni annak, aki ténylegesen szeretné eladni, ki lehet tartani az árat, de akinek valami oknál fogva lépnie kell, az most már nem fogja tudni ezt megtenni. Tehát az, hogy teliáras ingatlanokat adunk el, ez nem a jövő vonulata. Kedvezőek a hitelkamatok, de várhatóan ez is emelkedni fog fél és egy éven belül, tette hozzá az ingatlan szakértő. Az elmúlt években jellemző volt, hogy a lakosság hitelből vásárolt ingatlant, amennyit az ingatlan és a jövedelmük elbírt, ahhoz képest a maximális összeget igényelték a pénzintézetektől. A legkedvezőbbek a 10 éves kamatperiódusú hitelek voltak. Nyíregyháza környékén a falusi csokra nagy a kereslet, ebben az esetben legalább 5 millió forintot vásárlásra, 5 millió forintot felújításra kell fordítani, de sokszor az ingatlan értékbecslése miatt bukik az ügylet. Nyíregyháza környékén lévő falvakban sok az 5 millió forint környéki ingatlan, viszont az állapotukból kifolyólag nem igazán adják meg a bankok rá ezt az 5 millió forintos hitelt sem. Elég szigorúan nézik az értékbecslők is, a bankok is az ingatlan jelenlegi állapotát, attól függetlenül, hogy az 5 millió forintot korszerűsítésre és felújításra fordíthatnák, de a jelen állapotát nem ítélik meg olyannak, hogy erre bármilyen hitelt is adjanak, és emiatt többen elestek ettől a lehetőségtől. Tehát ők, mint ügyfél megfeleltek a konstrukció feltételeinek, de az ingatlan volt az, ami miatt esetleg ez az ügylet megbukott. A tavaly előtti években az újépítésű ingatlanok piaca lendült fel, de most nem nagyon kezdenek a vállalkozók új építkezésekbe. Ennek valószínűleg az is az oka, hogy jövőre ismét 27%-os lesz az áfa. A családtámogatási terv egyik része a babaváró hitel, ezt azok a házaspárok igényelhetik, ahol a nő 18 és 41 éves kora között van. A maximum 10 millió forintos államileg támogatott hitelt idén július 1-től kérhetik a párok. Ez egy nagyon jó konstrukció azok számára, akik gyereket terveznek. Tehát itt nem a meglévő gyerek számít támogatási feltételként, hanem a születendő gyerek. Tehát ha már valakinek egy gyereke születik, már ez a konstrukció megéri, ha olyan céljai vannak, amire a hitelt fel tudja használni. Mert hogy fontos kihangsúlyozni, hogy itt nem csak lakásról van szó. Mert hogy nem csak lakás célról van szó, bármire fel tudja használni. Ez olyan, mint egy személyi kölcsön, szabad felhasználású, nincs benne kötöttség, felhasználhatja lakás célra, de akár befektetéseket is vásárolhat belőle. Tehát egy jó konstrukció akkor, ha gyerek megszületik, mert hogy kamatmentessé válik.
Ha nem születik meg a gyerek, akkor a hitel átalakul egy 5 éves kamatperiódusú személyi kölcsönné, azonban a meghiúsulástól számított 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetni a kamattámogatást, amit addig az állam fizetett a bank részére. Ez az összeg a 2 millió forintot is meghaladja. A rendelet szerint 5 év a türelmi idő. Ha ez időn belül egy gyermek születik, kamatmentes a hitel. Ha 2, akkor a kamatmentesség mellett a fennálló tőke 30%-át is elengedik. Ha pedig egy harmadik gyerek is születik, akkor az egész tőketartozást elengedik. Egy évre próbára bocsájtotta és pártfogó felügyeletet rendelt el a Nyíregyházi Járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak, aki gyermekpornográfia büntet miatt került a bíróság elé. A vádlott mesztelen képeket küldött tovább osztálytársáról. A fiatal lány egy ismeretlen román állampolgárságú férfitől kapta a felvételeket. A gyermekpornográfia 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény hazánkban. Jogerős ítéletet hozott a Nyíregyházi törvényszék egy gyermekpornográfiával vádolt fiatalkorú ügyében. 2018. júniusában a sértett interneten keresztül megismerkedett egy román állampolgárságú ismeretlen férfivel, akinek kérésére mesztelen képeket és videót készített magáról, majd azokat elküldte neki. Ekkor még nem volt a sértett 18 éves. A kapcsolat azonban 2019. márciusában megszakadt közöttük, később a vádlott, aki a sértett általános iskolai osztálytársa is egyben, kapcsolatba került ugyanezzel a román állampolgárságú ismeretlen férfivel Messengeren, és továbbította neki a sértettől kapott képeket és videófelvételt. A vádlott ezeket a képeket később pedig megmutatta osztálytársainak, illetve átküldte azokat több osztálytársának. A bíróság próbára bocsájtási intézkedést alkalmazott a fiatalkor és egyébként büntetlen előéletű lányjal szemben, illetve elrendelte pártfogó felügyeletét. Ezzel kötelezte őt arra, hogy ez alatt az idő alatt ő tartsa a kapcsolatot egy kijelölt pártfogóval, annak érdekében, hogy a pártfogó felügyelő figyelemmel kísérhesse az életét, hogy ne kövessen el a jövőben esetleg ilyen bűncselekményeket. Az ismeretlen férfivel szemben jelenleg külön eljárás van folyamatban. A fényképek és videófelvételek minden esetben személyes adatnak minősülnek, mivel jogszabály szerint személyes adatnak minősül minden olyan információ és adat, ami az érintettel kapcsolatba hozható, és ami által beazonosíthatóvá válik. A bíróságon is gyakran találkoznak olyan esetekkel, amikor egy kapcsolat végén bosszúból az egyik fél továbbítja az egykori partneréről készült felvételeket. A BTK 1 évnyi szabadságvesztéssel büntetheti a személyes adattal való visszaélést. Ezt 2 évre nőhet, ha valamilyen különleges adatra követik el a bűncselekményt. Abban az esetben, ha a büntető jogi felelősség nem állapítható meg, a polgári jogi felelősség még megállapítható lehet. A jogszabály szigorúan rendeli büntetni a személyi adatokkal visszaélést, természetesen egy fénykép felvétel, amin az ember beazonosítható személyes adatnak minősül. Azzal, hogy egyébként ezeket a személyes adatokat megosztjuk, közzétesszük, a képen szereplő személy engedélye, hozzájárulása nélkül bűncselekményt követünk el. Természetesen, hogyha ezek a képek pornográf jellegű képek, akkor viszont sokkal súlyosabb bűncselekményt követel az elkövető, és súlyosabb büntetésre számíthat. A gyermekpornográfia büntette, ez az eset egyébként egy 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény. A személyes adattal való visszaélésekről és a különböző büntetési tételekről korábban Tárgyalóterem című műsorunkban is beszéltünk. Az adást visszanézhetik honlapunkon és a Facebook oldalunkon is. Több mint 10 000 embert várnak minden szentek és halottak napján a nyíregyházi északi temetőbe, amely meghosszabbított nyitvatartással várja a megemlékezőket. Az ünnepi időszakban a zsúfoltság és a mécsesek gondatlan elhelyezése miatt előfordulhatnak balesetek, így a következő napokban érdemes fokozott óvatossággal közlekedni a sírkertekben. Néhány nap van minden szentek és halottak napjáig. Ennek megfelelően már hétvégétől megnőtt a forgalom Nyíregyházán az északi temetőben. A hét folyamán módosított nyitvatartással várják a látogatókat. A temető igazgatósága pedig arra kéri őket, próbálják betartani a rendelkezésre álló időt. Zárás után ugyanis csak a 24 órás portaszolgálattal működő Pazonyi úti bejáratnál hagyható el a sírkert.
Ebben az időszakban a temetkezési Kft. A kegyeletre róvás feltételének biztosítása érdekében módosított nyitvatartási időt vezetett be, mely szerint 2019. október 26-ától 2019. október 30-áig reggel 7 és este 7 között lehet látogatni a temetőinket, míg 2019. október 31-én, november 1-én, november 2-án és november 3-án reggel 7 és este 8 között állunk a temető látogatók rendelkezésére. November 1-én délelőtt 7 és 10 óra között ingyenesen hajthatnak be az autósok a temető területére. Ugyanakkor a 3 órás intervallumban a balesetek elkerülése érdekében jelentős forgalom korlátozásra kell számítani. Az október 31. november 1-i időszakban jelentősen megnő a temető látogatottságunk, ami azt jelenti, hogy ezeken a napokon 10 000 főt is eléri. Ezért kérem a gépjármű vezetők, vagy felhívom a gépjárművezetők figyelmét arra, hogy fokozottan ügyeljenek a gyalogos forgalomra. Ezen az időszakban a temető területén a gyalogosoknak elsősége van. Nem csak a közlekedés biztonsága fontos, hanem körültekintően járjanak el a kegyelet virágainak az elhelyezésénél, illetve az emlékezés lángjainak meggyújtásánál is. Olyan helyre tegyék ki a virágokat, olyan helyre tegyék ki a mécseseket, amely nem tűzveszélyes. Tehát ezzel azt akarnám mondani, hogy minden évben előfordulnak olyan gondatlanul és meggondolatlanul kihelyezett mécsesek, meggyújtott mécsesek, amely által tüzet okoznak a temetőlátogatók. Az ünnepi időszakban rendőrök, közösségi szolgálatot teljesítő diákok, valamint az északi temető munkatársai is a rend és a biztonságos közlekedés betartásán dolgoznak a sírkertben. Nem lesz változás a hulladékszállítás menetrendjében Minden Szentek napján. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Felkészült a megnövekedett kerti hulladék elszállítására, és a zöld hulladékgyűjtő edények mellett november 1-től november végéig további egy zsák hulladékot is elszállítanak. Ez azt jelenti, hogy a családi házas övezetekben a hulladéknaptárban jelzett járatnapokon az edényzet mellé ki lehet tenni még egy zöld hulladékkal teli zsákot, amit ingyenesen szállít el a szolgáltató. Ezen kívül a társaság arról is tájékoztatja ügyfeleit, hogy november 1-én Minden Szentek napján a hulladékszállítás a megszokott menetrend szerint történik. Csütörtökig kell érvényesíteni a diákigazolványokat. A közoktatásban, valamint a felsőoktatásban tanulóknak október 31-ig kell átvenniük a matricákat. Utazáshoz szükséges kedvezményes buszbérletet, valamint vonatjegyet és bérletet csak érvényes diákigazolvánnyal vagy ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolással lehet vásárolni és használni. Fontos arra is figyelni, hogy az oktatási intézmény által kiadott igazolások a kiállítástól számított 60 napig érvényesek. Szükség szerint tehát 60 naponta újat kell beszerezni. Más dokumentummal, például iskolalátogatási igazolással, hallgatói jogviszony igazolással az utazási kedvezményeket nem lehet igénybe venni. Az idei fél évben kapott matricákat egészen március 31-ig használhatják a diákok. Tovább jutott a HEP kupában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese a második számú kupasorozat harmadik fordulójában a Sunshine Nyikse otthonában lépett pályára, és a vendégek 102-77-re megnyerték a találkozót. A kékcápák szerdán bajnoki meccsen Pécsen lépnek pályára. Mindkét csapat győztes bajnokit követően lépett pályára a Bánki csarnokában, a kékcápák a Meosz Miskolc ellen, a két osztályal alacsonyabban az NB2 keleti csoportjában szereplő hazaiak pedig mezőberényben nyertek magabiztosan az elmúlt hétvégén. Az első negyedben jól tartotta magát a Sunshine Nyikse, 10 perc játék után mindössze egy pont hátrányban volt Kovács Tibor együttese. A második negyedben már nyíli kezdett a két csapat közötti olló, a nagy szünetre 14 pontos vendégvezetésnél vonultak le a játékosok. A harmadik negyed ismét szorosabb volt, mindkét oldalon láthatott látványos megoldásokat a közönség. Az utolsó játékrészben fáradni kezdtek a hazaiak, mindkét oldalon lehetőséget kaptak a fiatalok is, végül a papírformának megfelelően az erősebb nyíregyházi csapat jutott a HEP Kupa negyedik fordulójába. Az volt a legfontosabb, hogy maximálisan oda tegyék magukat a srácok. Azt kértük tőlük, hogy nyugodtan játszanak, tét nélkül játszanak,
és nyerjük meg a mérkőzést. A vége felé, amikor már fáradt a nyissa, akkor a lerohanásokból zicsereket tudtunk dobni, zsákolni tudtunk belőle. Volt, ami nagyon nem tetszett, nehezen pörögtünk fel a mérkőzésre, és gratulálok a nyiksének, mert megnehezítették a dolgunkat, az a nélkül, hogy nyertünk. A hazaiak szakmai igazgatója annak örült, hogy sokan voltak kíváncsiak a mérkőzésre, amelyen nem játszottak alárendelt szerepet magasabb osztályú ellenfelükkel szemben. Hagy kezdjem azzal a személyes élménnyel, vagy érzéssel, ami már a meccs előtt megfogalmazódott, amikor láttam a két csapatot melegíteni, láttam a közönséget, hogy Nyíregyházán van két olyan csapat, az NB1B és Blue Sharks és az NB2-es Sunshine Nyíkse, akik a kosárlabdában ott vannak az országos versenyrendszerben. Én azt gondolom, erre büszkék lehetünk, és kell, hogy egymás segítse a két csapat, és kell, hogy a kosárlabdát itt Nyíregyházán, illetve a megyében népszerűsítsük. Örömmel vettük azt, hogy egy fél idő erejéig én azt gondolom megnehezítettük a Blue Sharksnak a dolgát, és végig olyan partiban voltunk, a realitásokat figyelembe véve, hogy azért egy erősebb, jobb csapatról lévén szó, de én azt gondolom, egy jó mérkőzés játszottunk, és én gratulálok a mi csapatunknak is ahhoz, hogy így tisztességesen helyt állt. A nyíregyházi nevelésű legutóbb Debrecenben játszó Kózsa Tamás nem először szerepelt korábbi csapata ellen. Felemelő érzés mindig itthon játszani, mindig a Blue Shark ellen játszani. Én igazából ez a harmadik alkalom, hogy játszok ellenük, mióta elkerültem innen. Nagyon szépen játszottak. Jó ellenfelünk volt, sportszerűek voltak, és gratulálok nekik a mai győzelemhez. Voltak jó periódusaink, így a mérkőzés eleje táján, ahol még bírtuk erővel, de itt a vége fele kijött az, hogy ők sokkal jobb fizikai állóképességgel rendelkeznek, mint mi, sokkal összeszokottabbak, több edzésük van. Nekünk is vannak szép céljaink, hogy feljussunk a fentebb lévő bajnokságba, de szerintem nincs szégyelnivalónk. A kék cápák szerdán Pécsen játszanak bajnoki meccset az NB1B piros csoportjában, a Sunshine Nyíkse pedig a jövő hétvégén a Békési SSK-t fogadja az NB2-ben. Megszerezte negyedik győzelmét a bajnokságban a Nyíregyháza Spartakusz. Zorán Spisliak együttese az NB2 14. fordulójában Szombathelyen 3-1-re verte a hazaiak csapatát. A Spari szerdán a Magyar Kupában Budapesten a 3. kerületi TV-je otthonában lép pályára. A szombathelyi meccset megelőző 6 fordulóban mindössze 1 pontot szerzett a Spari, így nem kis győzelmi kényszer alatt léptek pályára a nyíregyháziak, a szintén nem túl acélosan szereplő hazaiak ellen. A vendégek Hornyák 2 góljával 2-0-ra vezettek, amikor szépített a Szombathely, Kártik hosszabbításban esett találatával azonban 3-1-re nyert a Spari, és szeptember 9-e után ismét 3 pontnak örülhetett a csapat és a szakmai stáb. Nagyon kemény időszak volt, mert sok negatív érintette akár egyéni szempontból, akár csapaton. Eredmények se jöttek abba az időszakba, úgyhogy sok negatív pillanat volt. De azt mondom, hogy a csapat most ezen a meccsen megmutatta, hogy van kapacitása, van ereje, van tudása, képességeik is ott voltak. Nem csak, hogy 3 konstruktunk volt, még 3 lehetőség, nagyobb lehetőség, amiből lehetett még 1 vagy 2. Megmutatta, hogy tudnak szervezeten, fegyelmezeten tudnak védekezni. Azok a dolgok, amin dolgoztunk az utolsó 3 hétben keményen, azt mondom, hogy ezen a meccsen be is jött. Jova Levente szerint nagyon fontos volt a csapat számára, hogy véget érjen a negatív sorozat. Ami ott a mérkőzés után volt az öltözőben, az tényleg az tükrözte, hogy azért mindenki ki volt éhezve erre a sikerre. Szerencsére össze is jött, de amit én fontosabbnak tartok, hogy végre hátul ugyanolyan stabilak voltunk, mint akár tavasszal, ugyanazt éreztem a fiúkon, amit tavasszal. Szóval ezen az úton kellene tovább haladnunk. Az NB2 tabellájának élén a 27 pontos Csákvár áll, megelőzve a szintén 27 pontos MTK Budapestet. A Nyíregyháza Spartakusz 13 ponttal a 14. helyen várja a Gyirmót vasárnapi vendégjátékát. Előtte azonban szerdán a Magyar Kupában az NB3 nyugati csoportjában 2. helyen álló 3. kerületi TVE ellen lép pályára Spari. A kupa mindig egy külön hangulatú meccsek, egy kemény, hogy sokszor az osztálykülönbségek eltűnnek, mert csak egy meccsről van szó, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, bárki ellen játszunk, ebben a pillanatban a 3. kerület ellen tele vannak NB1-es, meg rutinos játékosokkal, akire kell odafigyelni, úgyhogy nekünk rá kell készülni mindenféleképpen maximumra, nagyon fel kell dolgozni a csapatot, nagyon fel kell
ki kell használni a területeket, és a játékszituációkat maximumra kell vinni, és abból kell pozitívan próbálni lezárni a meccset. A kupában még érdekelt megyebeli csapatok közül szerdán az NB1-es Kisvárda az NB3-os Kozár Michelinhez látogat, a megyei első osztályú Balkány az osztálytárs Szarvas vendége lesz, az NB3-as Sényű pedig 12:30-as kezdettel az élvonalbeli Mezőkövesdet fogadja. Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Átrendeződik az ingatlanpiac a következő hónapokban, több lesz a megvásárolható lakás, mint a vevő. Most még történelmi magasságokat érnek el az ingatlanárak, de a következő hónapok változást ígérnek, csökkennek majd az árak. A jelenlegi magas árok, ahogy az eladók még nem látták be, hogy a meghirdetett összegekért nem tudják értékesíteni a lakásokat és házakat. Egy évre próbára bocsájtotta és pártfogó felügyeletet rendelt el a nyíregyházi járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak, aki gyermekpornográfia büntet miatt került a bíróság elé. A vádlott meztelen képeket küldött tovább osztálytársáról, a fiatal lány pedig egy ismeretlen román állampolgárságú férfitől kapta a felvételeket. A gyermekpornográfia 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény hazánkban. Napok óta megnövekedett a forgalom Nyíregyházán az északi temetőben, Minden Szentek és Halottak napja alkalmával pedig több mint 10 000 látogatót várnak. Az ünnepi időszakban meghosszabbított nyitvatartás várja a megemlékezőket. A temető vezetősége arra figyelmeztet, a zsúfoltságra való tekintettel közlekedjenek biztonságosan a sírkert területén. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 29-én kedden. Friss hírekkel legközelebb szerdán várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd estétől átmenetileg felszakadozik, csökken a felhőzet. Estig várható eső, majd megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 fok körül alakul. Szerdán ismét beborul az ég, újabb hullámban érkezhet csapadék, várhatóan a déli óráktól. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 Celsius fok körül alakul. Csütörtöktől a hétvégéig már több napsütésre számíthatunk, és számottevő csapadék sem várható. Szombatig a hűvös nappalok mellett néhol hajnali fagyok is várhatók, majd jelentős melegedés kezdődik, néhol ismét 20 fokig melegedhet a levegő.